Az elmúlt héten influenza-szerű tünetekkel az orvoshoz fordult betegek 15,5%-a 14 év alatti gyerek volt, 39,2%-a 15-34 éves, és 29,3%-uk a 35-59 évesek közül került ki. 16%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ csütörtökön a honlapján. A Pécs-Somogyi praxisban kifejezetten influenzás megbetegedés még nem volt ebben a szezonban, mondta dr. Princ János házi orvos, szakfőorvos. Ennek ellenére javasolt a védőoltás beadása, főleg a fokozottan kitett páciensek, tehát a krónikus betegek, idősek részére. Ezt végezzük is már tavaly év október óta rendelkezésre áll vakcina a praxisban, ezt ingyenesen mindenki megkaphatja, és főleg azoknak ajánlott, akiknek van valamilyen alapbetegségük, szívérendszeri tüdőbetegségük, anyagcserebetegségük, illetve hát az idősebb korosztálya 60 év felettieknek mindenképpen. Még mindig nem késő beadatni az influenza elleni oltást. Ennek védő hatása 10-14 nap alatt kialakul, hangsúlyozta a főorvos. Aki úgy érzi, hogy ebbe a veszélyeztetett csoportba tartozik, vagy pedig esetleg a munkájából kifolyóan sok emberrel találkozik, tehát nagyobb a fertőződés veszélye, neki javasolt felvenni az influenza védőoltást is. A tavalyi év 40. hete és az idei év első hete között 547 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNK referencia laboratóriumában. Ebből 4 esetben igazolták az influenza A vírust, 129 esetben légúti óriássejtes vírust, az RSV-t, míg 10 esetben adenovírus fertőzést, olvasható az NNK honlapján.